Jósvai János 2010. augusztusában a térségben egyedülálló lőteret nyitott meg. Az Ondi létesítmény elsősorban sportlövőknek és vadászoknak biztosít kiváló gyakorlási lehetőséget, azonban a fegyveres sportkedvelői is kitűnő adottságai miatt egyre gyakrabban választják a versenyek helyszínéül a létesítményt. A Field Target Magyar Kupa második fordulójának március 31-én a Levente lőtér adott otthont. A Field Target egy precíziós lövészeti sport, amit légpuskával lőnek a sportolók. Az erdőn vagy mezőn kialakított pályákon felállított fém állatfigurákat kell meglőni 7-50 méter közötti távokon, azonban a célok csak akkor dőlnek el, ha a középen lévő 1,5-4 cm átmérőjű lyukakba találnak. A lövő testhelyzete szabadon megválasztható, lehet álló, térdelő vagy fekvő. A Hunter Field a Target Field speciális változata, amely a nevében is utal a vadászatra. Ez a típusú versenylövészet az apróvad vadászat stílusához hasonlítható. A terepviszonyok, a kihelyezett célok változatos formája, távolsága, a találati zónák mérete biztosítja azt, hogy a sport ne váljon GPS robotlövészetté. A verseny célja elsősorban a Field Target szövetségnek, a Hunter Field Target Magyar Kupa bonyolítása. Ez egy egész évben kiterjedő kupasorozat. Elsődleges célunk az, hogy a versenyzők meglőjék a minősítést, jól érezzék magukat, és nem utolsó sorban az utánpótlás keresése, biztosítása. Ez a sport, ez mivel fegyverekkel űzzük, komoly odafigyelést igényel az embereket, főleg a gyerekeket, megpróbáljuk biztonságos fegyverkezelésre szokatni. Odafigyelünk rájuk verseny közben. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon sokat segít fiúknak, lányoknak, de főleg fiúk küzdik ezt a sportot a fejlődésén, önkontrollján. Miért a Szerencsi Levente lőteret választották a verseny helyszínéül? Én tiszaújvárosi vagyok, nem vagyunk olyan messze egymástól a szerencsiekkel. Véletlenül keveredtem erre a lőtérre. Megtetszett a adottsága, a fekvése, a lőtérvezetőjével, Jánossal sikerült egy jó kapcsolatot létrehozni. Tetszik nagyon a János hasonló irányú hozzáállása, ahogy a fiatalok képzésével, a lőfegyverek szeretetével, és végül is ilyen jellegű közös vonásaink vannak. Milyen szabályoknak kell megfelelni a versenyben, és milyen speciális kritériumoknak kell megfelelni? Hát a verseny szabályzata elég bonyolult. A versenyzők nagy része Magyarországon szabadon tartható, engedélymentes légfegyverekkel lő, tehát ezek 7,5 zsúl alatti torkolat energiával rendelkeznek. Van néhány versenyző, akik nemzetközi versenyeken is megmérettetik magukat. Mivel a nemzetközi versenyszabályzat a maximum 16,3 zsúlos energiát hagyta jóvá ezeknél a fegyvereknél, ők ilyeneket használnak. Ezek már lőfegyverek, engedélyköteles lőfegyverek, csak lőtéren használhatjuk őket. A Levente lőtéren a rendezvény idején kedvezőtlen időjárási körülmények is próbára tették a versenyzőket. A 70 km/h széllökés ellenére a résztvevők és a pályaépítők is felejthetetlen élményekkel tértek haza március 31-én az Ondi Levente lőtérről. Valószínű, hogy a közeljövőben lesz folytatás.